Az eseményen a tartományi mezőgazdasági titkárság és a Prosperitáti Alapítvány képviselői számoltak be arról, hogy a támogatások a mezőgazdaság majdnem minden ágában nőttek. 40 évnél fiatalabb bejegyzett mezőgazdasági termelőket külön kiemeljük a pályázatoknál. Ez annyit jelent, hogy magasabb arányú költségvisszatérítést tudnak kapni az öntözőberendezéseknél, a fóliasátraknál és a jégvédelmi hálóknál. Ez annyit jelent, hogy minden más pályázó 60%-os költségvisszatérítéssel tud élni, viszont a fiatalok, és nem csak a fiatalok, aki 40 évnél fiatalabb, hanem a hölgyek is 70%-os visszatérítésre tudnak pályázni. A legnagyobb érdeklődést a Prosperitáti Alapítvány idei munkája övezte. Ez nem is csoda, hiszen Királyhalomról sok pályázatot adtak be az előző pályázati körökben. Nagyon nagy az érdeklődés, tehát az első pályázási kör után a második és a harmadikban lényegesen nagyobb, majdnem, hogy megduplázódott az érdeklődők száma, ez kecsegtető, ugyanis ez bátorít bennünket arra, hogy még gyorsabban írjuk ki a pályázókat. Juhász Bálint, az alapítvány ügyvezetője elmondta, az első két körben Királyhalomról összesen 46-an pályáztak és 40-en kaptak támogatást, míg a harmadik körben összesen 50-en adták be a dokumentumokat, közülük 47-en nyertek. Az illetékesek a fórum során kiemelték, hogy a nagy összegű támogatások megnyeréséhez szükséges a naprakészség, ezért biztatták a résztvevőket, hogy kövessék rendszeresen a pályázati kiírásokat.